a közös előadását láttuk, hallottuk. Nem egyszerű formáció volt, ez a két kas szoros együttműködésben dolgozik. A két falu között hatományosan felvelő feszült viszonyt jelmondatok szellemében oly módon szeretné alakítani, ahogy egykori közös lévárosok, dr. Bermékos Üzleti célul szeressük össze a két falut. Most pedig a házigazdák különböző programja következik. A zöldkendő énekkar olyan időszakban alakult meg itt Dömösön, amikor a falu hagyományos közösségei atomjaira tudottak, az emberek falakkal lették magukat, körbe bezárkóztak, de azért vártak a közösségre és egymás társaságára. A zenei rendben nem volt nehéz így támasztani, az emberben ez bűsülődője benne van. A közös szemlélés, éneklés, örömetnek az közösséget teremt. Ez a kis közösség megalakulása óta egy rendszeressége összéjel próbálni, tanulni, hogy a községi és egyházi ünnepségeknek felépéseikkel örömet hozzanak a dömösieknek és az ide látogató vendégeknek. Megadni rendezvényen szerepelnek, főleg akár innen, de tudom is. Rendszeresen kaptak felkérést a mozgássérültek egyesülete rendezvényeink való szereplésre, az Esztergom és környékre, nyugdíjas kivárkkal szervezett műsoros eseményekre és ünnepelnek már megye házán is. 2011-ben hatományteremtő szándékkal és szeretni szüntelenül jelmondattal őkítek életre a Dömösi Kórusban elhozott. Fogadják olyan szeretettel és abban a szellemben a szüntelenül előadását, amilyen ők készültek erre.